Egyre többen vágyakoznak a csendre, és költöznek ki Budapestről az agglomerációba. A pozitívumok ellenére azonban ott sem fenékig telj fel az élet. Az ingázás ugyanis komoly terhelést jelenthet az embereknek. Mutatunk egy rövid összefoglalót, utána pedig Neszeda Gáborral, a Corvinus Egyetem oktatójával folytatjuk. A főváros egyre növekvő ingatlanárai után az agglomerációs települések népszerűsége és áremelkedése is rohamtempóban nőtt az elmúlt években. A nyugalmas környezet reményében sokan döntenek a kiköltözés mellett. Ez Budapest lélekszámában is megmutatkozik. Szűk 3 évtized alatt ugyanis csak nem 200 000-rel csökkent a fővárosi lakosság száma. Az idilli környezet befolyásoló ereje kétségtelen, mégis vannak, akik megbánják, hogy az agglomerációt választották. Az emberek ugyanis rengeteg időt töltenek ingázással, amelyet komoly tehernek élnek meg a mindennapokban. A korábbi évek kutatásai is alátámasztani látszanak ezt. Minél többet ingázik ugyanis valaki, annál kisebb a szubjektív elégedettsége. Neszeda Gábor, tehát a vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Itt ugye azt láthatok az előző percekben, erről egy összefoglalót, hogy vajon mennyire éri meg kiköltözni, naponta ingázni. Több kutatás is van ebben a témában. Mit mutatnak ezek a kutatások? Elsősorban azt mutatják, hogy az ingázás amellett nagyon megterhelő, az emberek valamiért nem tudnak hozzá jól alkalmazkodni. Tehát azt lehet mondani, hogy ha valaki sokat ingázik, ez számszerűen azt jelenti, hogy ha 23 percet utazik egy irányba, akkor annyival boldogtalanabb lesz, mint hogyha 20%-kal kisebb lenne a fizetése. Pedig ha belegondoltam ebbe a 23 percbe, azért ez egyáltalán nem sok. Tehát most, ha azt nézzük, hogy ingázás, és 23 percet kell utazni mondjuk valamelyik agglomerációs településről be a városba. De 23 percet simán városon belül is lehet utazni egyébként bőven. Pontosan, tehát itt nem is arról van szó, hogy milyen hely, hanem az, hogy maga az ingázás, tehát könnyen lehet, hogy a belvárosból kell kiutazni mondjuk 40 percet, mégis az embereknek az, hogy sokat kell ingázniuk, az megterhel. Tehát Természetesen az lehetséges, hogy valaki az agglomerációban él, akkor keveset kell ingáznia, és akkor őnek számára ez nem megterhelő. De általában az utazás az olyan dolog, amit az emberek nem szeretnek, és kifejezetten általában az ingázás, ami megterhelőnek tartják, és ezt mutatják az adatok, hogy ez egy olyan dolog, ami amellett, hogy sokat számít, úgy tűnik, hogy el is hanyagolják, amikor helyszínt választanak az emberek lakásvásárlásnál. És az ingázás akkor is megterhelő, ha mondjuk a család minden tagjának van autója, kényelmesen beül a meleg autójába, akkor indul, amikor akar, tehát kényelmes helyzet van. Ilyenkor is megterhelő-e, vagy csak akkor, ha mondjuk nem mindenki rendelkezik autóval a családban, és mondjuk kötve van a vonathoz. És úgy kell alakítani az életét, hogy nem tudom, fél óránként, háromnegyed óránként jár a vonat, és neki ezt kell alkalmazkodnia. Ez minden eszközre igaz. Általában azért, ha belegondolunk, az autóval is sokszor dugóban kell ülnünk, tehát hogy kérdés, ez mennyivel megnyugtatóbb. Mások pedig szeretik a vonatot, mert akkor tudnak tabletezni, tudnak olvasni közben, tehát hogy ilyen különbség nincsen, ez meglepő módon minden eszközre ugyanúgy számít. És ugye mondja, hogy nagyon megterhelő az ingázás, miért nem számítanak erre azok, akik kiköltöznek? Erre nagyon sok elmélet van, amit a kutatásokban szeretnek elemezni. Meglepő módon ezek a racionális megközelítések nem nagyon szoktak működni, tehát az a legvalószínűbb, hogy az emberek általában rosszul mérik föl. Tehát, hogyha valamilyen tanácsot tudnék adni, akkor általában azt lehet mondani, hogy érdemes kiköltözni egy hónapra, kipróbálni azt, hogy az ingázás mennyi időt is vesz figyelembe, mert jellemző, hogy az emberek általában rosszul mérik föl, hogy hogyan fogják érezni magukat. Ez egy általános pszichológiai megfigyelés, hogy ha egy változás bekövetkezik az életünkben, akkor nem mindig jól mérik föl, hogy hogyan fogjuk érezni magunkat. A racionális szempontokat jól mérik föl, mennyibe fog kerülni, hogyan fogjuk tudni megoldani a dolgokat. De hogy mi magunk hogyan fogjuk érezni magunkat a különböző élethelyzetekben, ezt nagyon rosszul mérjük föl, és általában úgy tűnik, hogy az ingázással kapcsolatban is nagyon rosszul mérjük föl, hogy ezt érzelmileg mennyire fog minket megterhelni, hogy naponta akár csak 20 perc, de hogyha az több, mint ami eddig volt, akkor az igenis befolyásolja majd a kedvünket, érzetünket. Nekem nagyon tetszett az, amit mondott, hogy bármilyen új szituációt alakítunk ki az életünkben, elköltözünk valahova, akkor előtte próbáljuk ki egy hónapra. Elméletben ez nagyon jó, nagyon tetszik. A gyakorlati részét nem látom, mert ha mondjuk kinézek egy házat mondjuk Solymáron, akkor ezt el kell döntenem, hogy megveszem-e, vagy nem. Nem tudok oda költözni egy hónapra, hogy kipróbáljam. Erre több lehetőség is van. Most nem ennek a résznek, nem tudom a pontos részleteit, de hogy általában meg lehet próbálni azt, hogy egy hónapra kibérelni ott egy átmeneti olyan
közel lévő szállást, amin keresztül esetleg beköltözik az ember, csak azért, hogy a környezetet használja, de több trükk is lehet ebben. Ön ismer olyat egyébként, aki csinált ilyet? Ismerek olyat, aki egy adott környéken, igen, egy hónapig bérelt rövid távra lakást, csak azért, hogy megismerje a környezetét, tehát, hogy onnan hogy lesz, hogy tud majd bejárni, milyen a környezet, hogy fogja érezni magát abban a mondjuk egy park vagy egyéb közelséget, tényleg számít-e neki annyit, mint ahogy ő szeretné, és kipróbálta, igen, ismerek. Mire lehet számítani egyébként ön szerint a közeljövőben? Ugye volt egy olyan időszak, amikor Budapestről nagyon-nagyon sokan költöztek ki agglomerációs településekre. Egy részük visszaköltözött már azóta egyébként, pont ilyen okoknál fogva, amit ön mondott, de ha megnézzük az ingatlan árakat, hogy Budapesten tényleg a csillagos egekben vannak az ingatlan árak, várható-e olyan tendencia, hogy ismét elkezdenek majd nagy számban kiköltözni? Egészen egyszerűen azért, mert Budapesten nem tudnak ingatlant vásárolni. Ez csak az én személyes véleményem, de én azt gondolom, hogy szerintem marad az a tendencia, hogy inkább visszaköltöznek, de ez azért több kutatás is igényel, hogy a számok tükrében lássuk. Erre külön így nem néztem utána, de én személyesen azt gondolom, hogy inkább visszaköltözési tendencia marad szerintem. Mármint vissza, úgy érti az agglomeráció? Nem a belvárosba. Tehát ja, a belvárosba. Tehát ön inkább erre számít, annak ellenére, hogy nagyon magas ingatlan árak. Ez természetesen függ az élethelyzettől is, tehát egy fiatal inkább belvárosba fog orientálódni, míg egy család, és az a külvárosban keres magának házat vagy lakást, tehát ez élethelyzet függő is. Összességében szerintem a tendencia inkább ebbe az irányba marad, igen. Még visszatérve a kutatásokra, vannak-e országok között különbségek? Mert ugye azt mondja, illetve a kutatások ezt támasztják alá, nem mérjük jól fel, hogy hogyan fogjuk bírni az ingázást, nem alkalmazkodunk jól az új helyzethez. Változik-e ez országonként? Tehát ott, ahol mondjuk az emberek eleve úgy szocializálódtak, hogy bérlakásokban élnek, mobilisabbak, többet költöznek, ott jobban viselik-e, vagy ugyanúgy megvannak azért ezek a negatív érzetek? Az eddigi eredmények alapján ugyanúgy megvannak, hiszen inkább az emberi tulajdonság. Tehát, hogy azt, hogy rosszul méri fel, hogy hogyan fogjuk érezni magunkat, hogy hozzászoktunk valamihez, és utána nem tudjuk, hogy egy váltás hogyan hat majd ránk, ez mindenhol ugyanúgy van. Az Egyesült Államokban, ahol nagyon magas a mobilitás, ugyanúgy jelen van, sőt, az első eredmények onnan jöttek, tehát ezek ugyanúgy jelen vannak, és úgy tűnik, hogy nem országfüggő, hanem inkább az emberi természet belejárója, hogy így állunk ezekhez a kérdésekhez. És mennyire növekszik ez a rossz érzet, pont, hogy az Egyesült Államokat említette. Előbb ugye beszéltünk itt 20 néhány perces ingázáson. Hát ezért az Egyesült Államokban egy klasszikus ingázás az nem 20 percek, hanem akár 1-2 óra is lehet, hiszen jóval nagyobbak a távolságok. Azt exponenciálisan nő, hogy még rosszabbul élik meg, vagy az már tulajdonképpen mindegy? Arányosan rosszabbul élik általában meg az emberek, ezt lehet mondani a modellek alapján. A konkrét adat, amit én is idéztem, ez német adatokon volt, ahol általában azért jól kiépített infrastruktúra van az ingázással, és ennek ellenére ugyanúgy megterhelő, de ott is ugyanúgy látható, hogy ez arányos, tehát ha valaki 40 percet, 60 percet ingázik, akkor az még nagyobb teher. Általában azért ez egyre kisebb arányaiban, tehát már nem olyan nagy a különbség a fél óra és az egy óra között, mint mondjuk a 10 perc és a 40 perc között, de azért érezhetően ugyanúgy nő ez a mondjuk így rossz érzet. Nagyon köszönöm, hogy itt volt, és hogy remélem, hogy a nézőink, akik hallgatták ezt a beszélgetést, legalább annyit elértek, egy picit még jobban átgondolják a döntéseiket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.